tovább, csak... Azt a... Én 39 fokos lázban vagyok 21 napig. Úgyhogy már a menthetetlenség. És akkor az eszméletem nem vesztettem el, de úgy emlékszem rá, hogy mind egy állati hang jött ki, üvöltöttem. Azt oda rohantak az orvosok, minden, aztán van egy kis alacsony orvosnő, az kérdi ott a németektől, meg a többitől, mi baj a betegnek, és mondják neki, hogy már 21 napra vagyok 39 fokos lázban. Erre szólt a sofőrnek, már ment is Stalinó, 60 kilométerre volt. Na most elment, és ez volt 7:30, és éjfélben már ott volt a penicillinne. Beadták az első penicillint, jobban lettem, beadták a másikat, és megmentett. Na most az a helyzet, hogy ez sokáig a lányommal is, mikor hazajöttem, hogy miért mentett meg? Hát annyi beteg. Azt mondja a lányom, hát azért, mert fiatal ember volt, azt mondja, mert a több is az volt. Na most itten ezelőtt 3 évvel körülbelül, és beszélgetek ugyanígy, azt mondja az egyik, hát fújj fel, azt mondja, nem jöttél rá. Talán. Hát nem jöttél rá, mondom, mire? Azt mondja, nem. Azt mondja, hát a penicillint már használták. De azt mondja, ezért még egy kitüntetés is lehet, hogy kapott, azt mondja, te egy kísérleti nyúl voltál. Tudták, hogy hát penicillin már hasznos, de azt mondja, neked beadtak egy hatalmas nagy aranyagot, amit mások nem mertek volna beadni. Hát, ha megmaradt. Igen. És megmaradt. És ez az igaz. Nem lesz semmi. Hát jó. Hát akkor voltak nagy élmények a... Nekem azt számolom. És meddig tartott ez a kirándulása? 6 évig. Úristen! És hova sikerült eljutni? Milyen messzire? Hát a... Nem tudom, a Krematorsk volt, az egy ilyen vasgyár volt, ottan kimondottan a harckocsikat gyártották, hogy nem tudom, hogy hol lehet, mert ez volt ez a... Nézd már most pillanat, mi volt, mit mondtam? Krematorsk, aztán akkor Szlaviánszk, ez egy étszóda gyár volt. Na mondjuk az étszóda gyárban ott már jó volt, mert összehaverkodtam a katonákkal. Aztán az volt a helyzet, hogy még a katona kisegített a kerítésen is. A négy sarkon álltak az őrök, de szerintem a katonában meg volt az beszélve, mert én kisegített a kerítésen, és akkor utána kidobta 40 kilós étszódát, és akkor én elvittem a kolhozba, eladtam, és a pénzt megfeleztük. De most nekem annyi volt még a hasznom abból, hogy mikor eladtam a kolhozba, én a kolhozba, mert volt, a kolhozba voltám kaja ott, most a kolhozba én jól laktam mindennel, és akkor még pénzt megfeleztük. Na hát az akkor mikor 55-ben? Nem, 50... 51? Nem, 49-ben. 49-ben. Miért jöttök haza? A szép kirándulás volt. Hogyan? Szép kirándulás. Igen. Úgyhogy 50 karácsonyára, úgyhogy már, hogy mondjam, 50 november 29-én voltunk a magyar határon. Hát ezt tudtam. De úgyhogy már 50 karácsonyát itthon töltöttem. Állás. Hát ahhoz képest jó színbe tetszik lenni, és... Lajos bács, még a Margit hídi balesetet, azt meséljen már meg el. Ez érdekes. Hogyan? Amikor a híd lerobbant. Igen, a rész, azt meséljen meg el, mert az nagyon érdekes. Na, az más. Feltétlenül. Akkor jöttem föl izérő. Nagy Kátáról. Időpont, az... Az 44 november, most a napot pontosan nem tudom, csak elég az hozzá, hogy én mentem a 6-os villamossal Budára, onnan meg jött a földim, Beszkártos. Na most a Beszkártos nincs, Beszkártossal nem találkozok, akkor én már majd nem beszélek veletek, mert az a villamos, amire én leszálltam, az volt, ami belement a Dunába is. Na most, mikor Budáról jött a földim, én meg arra mentem, aztán így a száj le. Annyi volt az egész, hogy megállóban ő is megállt, leszálltam, és ha mondom, nem szállok le, akkor annyi. Hát igen. És akkor úgy, hogy 901 hián 1000 halott volt.
900. Szóval tulajdonképpen most az kiderült, hogy mi volt annak az oka, mert ellentétes vélemények vannak, hogy műszaki hiba vagy, németek vagy. Szóval ez több, mint valószínű műszaki hiba volt. Mert alá volt minden híd. Azt is minden körülbelül milyen napnák voltak ezek, mert ugye múltkor meg is beszéltük, mert ott a Lajzsát, hogy semmiféle drótozás ezen a felén, yeah. Pesti oldalon nem volt. A budait már megint mondták, hogy volt, de az később lett le. Nem, hát volt ez a trikettő, nem tudom, hallottam, tudjátok, ez ilyen 10 dekás somagolásban volt. Ezt például a vasúti sineknél oda nyomta az ember, ilyen volt, és akkor, de ez több, mint valószínű, 10 dekánál nagyobb volt. Hát lehet, hogy több volt, szóval az egész híd alá volt aknázva. Sok kis 10 deka egymás mellett. Az egész híd alá volt aknázva. Aztán ez egyszerre sok bum. És ezek össze voltak azért kötve? Hát biztos. De a német alakulat is. Igen. 40. Igen. Na most az biztos egy baromság volt, amit ugye meg is beszéltünk, amit mondott annak idején a 20. században RTL-en, az a valaki? Nyomorult katonai szakértő, hogy a németek próbából, szóval áramot vezettek bele, mert hogy nem bíztak a magyar műszakiakban, amikor elmondta Lajzs bácsi, hogy semmi közük nem volt a magyaroknak hozzá, mert németek telepítették a laknát. Egy sem. Magyar katona ott azon nem semmi dolgozott. Semmi az égvilágon. A magyar nem lesz olyan hülye, hogy a saját hídját, a hazájának a hídját aknázva. Az összes híd alá volt aknázva. És én nekem még olyan izém is volt, hogy onnan a várból, az összes hídnak a robbanását. Az Erzsébet híd az este 9-kor robbantották föl. Az összes hídat láttam, mert onnan minden lehetett látni. És lényegében csak megrongálták, ugye, mert a pilléreket ők nem robbantották. Tehát csak a íveket. Az íveket, úgy volt, hogy az íveket kilökte. Hát lényegében akkor nagy idők tanulja tetszik tenni, és hátul most is. Ja. Ez akkor további jó egészséget és mindenkit, és még esetleg, ha lesz mondani valakkor, akkor visszatérünk rá, jó? Ja. Köszönöm szépen. De mondom azt a hati, amit írtam, az a lényeg, mert tulajdonképpen nekem abban a 16 oldalban olyan dolgok vannak, ami hát én saját magam sokszor, vagy más mesélni nem hinném. Hát ezt meg kell menteni, hogy nehogy elvesztenek az emlékek, és hadd tudja meg a világ, hogy mi az igazság. Nak egy újabb morzsáját. Köszönöm szépen! Yeah.